Az elmúlt időszakban több pályázat megvalósításával lett szebb szerencs. Az egyik ilyen a polgármesteri hivatal mellett kialakított futókör, amelyet az általános iskolások és a középiskolások mellett a helyiek is szívesen használnak a város szívében. Sajnos a pályázatok csak a megvalósításra nyújtanak lehetőséget, azonban a későbbi karbantartásra és állag megóvásra már nem. A futókör helyes használatát sem ismerik sokan, ezért a Szeretlek Szerencs civil mozgalom tagjai úgy határoztak, hogy ismertető táblákat készítetnek és helyeztetnek el a rekordtámpája mellett, amelyen szerepelnek azok a kisebb jelek, amelyek felhívják a figyelmet a helyes igénybevételre. Az új táblákat június 11-én helyezték ki, amelyen szerepel az, hogy a pályán tilos szemetelni, görkorcsolyázni, gördeszkázni, rollerezni, kerékpározni, bőröndöt húzni, kutyát sétáltatni, babakocsit tolni, dohány étkezni és magas sarkúban rámenni. Ezeket a szabályokat be kell tartani, hogy ilyen formájában hosszú ideig megőrizzük a pálya minőségét.